segít ma már. 20 éves Ladán, ő sem volt talán. Szökő évben, az pedig most volt sajnos. Szép jó estét kívánok, kedves televízió nézők, közönségünk! Önök a Budapest Európa Televízió mulatos Roma Show élő kívánság műsorát látják, hallják Romeóval! Szeretném biztatni önöket, hogy telefonáljanak a 06913322233-as telefonszámon. Ez egy MLD-as telefonszám, de csak egyszer kell megcsörrenteni 160 forint bruttóba, és a Bájos Ilike visszahívja önöket, tehát gyakorlatilag semmivel nem kerül többen, mint hogyha vonalas telefont hívnának. Tehát még egyszer a számot 06913322233. Itt szeretném elmondani az én számomat is, a női rajongóknak persze, de nem erre gondoltam. De itt lehet jelentkezni fellépőknek, közönségeknek, tagjainak 0676597753, illetve a Romeo csoportokban bármelyikében lehet jelentkezni. Várjuk a fellépni vágyókat és a közönségnek jelentkezőket is. És itt el szeretném mondani még azt is, hogy a múlt héten indítottunk egy útjára egy új szolgáltatást, hogy lehet itt tartani a születésnapjukat, vagy a névnapjukat, esetleg házassági évfordulójukat, és itt jelenlévő művészek, vagy éppen akiket szeretnének kérni, önöknek fognak énekelni, amiről CD-t is tudunk adni, azaz DVD-t is tudunk adni, és ez egy örök emlék szerintem.
és biztos, hogy nem csak a mi műsorunkban csütörtökönként, hanem a Tibitonnak a műsorában vasárnaponként is. Úgyhogy mindenkinek várom a jelentkezését. A mai jó hangulatról gondoskodtak velünk, nekünk Pikács Violetta! Merszike! Németh Anna, nagyon szép a ruhája neki, meg a bájos is. Köszönöm szépen! Kereki Szabolcs, fogadják nagy tisztelettel elsőként nálunk. Melódi Esztike. És a két segítőnk, Ákos és Grétike, fogadják nagy szeretettel őket. Köszönöm szépen. Szeretném bemutatni K.O. Lassit, akitől én is félek, de most nem fog bonyolzni talán, inkább muzsikálni fog nekünk. Fogadják nagy szeretettel K.O. Lászlót. Köszönöm szépen. A zongoránál Banók Lajos tanár úr, hangulatfelelős. És újra Pikás Violettát bemutatnám, mert az előbb még énekelhetni akart, most már tud dobolni is, úgy hallottam. Fogadják nagyon nagy tisztelettel. Köszönöm szépen! Első fellépőnk lesz Melódi Eszti, fogadják nagy tisztelettel! Cigányoknál buli van, főleg, hogyha a Melódi Eszti itt van. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg, hogyha a Melódi Eszti itt van. Csillag testvér, az életet kihasználod, egész éjjel testvérekkel bulizol. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg, hogyha a Melódi Eszti itt van. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg, hogyha a Melódi Eszti itt van.
Nagyon szépen köszönjük ezt a remek hangulatot, és szeretnék bemutatni egy új fiút. Kereki Szabolcsot fogadják nagy tisztelettel Nagykörösről! Szépen köszönöm, remek bemutatkozás volt. Ne felejtsenek el bennünket hívni a 06913322233-as telefonszámon, és telefonálok érkeztek. Megkérném Ákost, hogy hozza be őket. A kérések a következők. Pócs Csaba Kéleshalom összes lakójának küldi nagyon-nagyon sok szeretettel Violettától a Lambadát. Úristen, és akkor felsoroljuk az összes nevet? Jó. Dávod összes lakójának, Kender Violának Dávodra, Herceg Szántó Teaház vezetőjének és Északi Szabolcsnak Bajára küldi nagyon-nagyon sok szeretettel Violetta. Köszönjük szépen! Fogadják a színpadon P. Violettát! Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, remek hangulat, ez a lambada mindig siker még. A következő eladónk Ávó Laci lesz, de azt hiszem, hogy valaki kérte, és Ákos, hozz be, légy szíves a papírunkat. Bea és Káó Laci küldi nagyon-nagyon sok szeretettel Veles Klárának Budapestre, édesanyjának Veles Klárának Kolozsváron. Következzék Káó Laci! Nagyon szépen köszönöm! Következő fellépőnk Németh Anna lesz, de azt hiszem kérték őt is. Ákos, kérlek szépen, hogy gyere és olvasd be. A Pávai családnak nagykátára Németh Anna és László küldi a következő dalt nagyon sok szeretettel. És ne felejtsék el, hogy nemes asszony ő igazándiból megválasztották nem olyan régen, úgyhogy fogadják nagy szeretettel Németh Annát! Hol a paprikás, mikor nyakon rá?
letörik a legény tollas bokrítája, alacsony a mester gerendája, letörik a legény tollas bokrítája, sárga rigó, sárga csikó, recece, recece, konombo, este gyerek és este, recece, recece, konombo. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, be gyere, nyitva van a kicsi szobám ablakra. Este gyere, késő este, icaka, icaka, icaka. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, be gyere, nyitva van a kicsi szobám ablakra. Este gyere, késő este, icaka, icaka, icaka. Bánom is én, bánom is én, babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákancsomot helyre könnyen találnak. Nékem így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákancsomot helyre könnyen találnak. Nékem így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Fülfadom virág, szívem úgy imád, nyári szép emlék, álmokról mesél, színarany kolász, múlja fészek száz, nyári szép emlék, jól mesél. A házunk tetején sok fedél van, és fadél van, összebújunk kicsi párom. Vasárnap délelőtt kis harang szól, és ilyenkor te vagy az én imádságom. Boldogságom látom a két szemeden, itt a rózsám, ez az igaz szerelem. A házunk tetején sok fedél van, ha dél van, összebújunk kicsi párom. Boldogságom látom a két szemeden, mint a rózsám, ez az igaz szerelem. A házunk tetején sok te dél van, és ha dél van, összebújunk kicsi párom. Összebújunk kicsi párom. Vasárnap délelőtt kis harang szól, és ilyenkor te vagy az én imádságom. Boldogságom látom a két szemeden, itt a rózsám, ez az igaz szerelem. A házunk tetején sok te dél van, és ha dél van, összebújunk kicsi párom. Boldogságom látom a két szemeden, itt a rózsám, ez az igaz szerelem. A házunk tetején sok te dél van, és ha dél van, összebújunk kicsi párom. Nagyon szépen köszönöm, egy igazi jelenség volt ez a drága szép hölgy. A következő előadónk Banók Lajos tanár úr fog következni, de azt hiszem, hogy kérték még őt is. Fogadják nagy szeretettel. Ákos, mutasd be nekem. Banók Lajos küldje nagyon-nagyon sok szeretettel következő számát Tandori Sándor művész úrnak és Por Péter művész úrnak. Fogadják nagy szeretettel a színpadon Banók Lajos tanár urat! Csak az én szeretem a veszély, a te két szemed, oly csodaszín. Csak az én
csak az ég, a te két szép szemed ég, a te két gyönyörű szemed ég. Csak az ég, ó, csak az ég, a te két szép szemed ég, a te két gyönyörű szemed ég. Szállod a hatalmát, a gitár. Elmentél, elhagytál, vége már. Vége már, ó, vége már, hallgam be a gitár, hallgam be a gitár, a gitár. Mit jelent ez a szó, szerelem? Az, hogy én csak is ő szeretem. Mit jelent ez a szó, szerelem? Az, hogy én csak is ő szeretem. Mit jelent, ó, mit jelent ez a szó, szerelem? Az, hogy én csak is ő szeretem. Nagyon szépen köszönjük, ez az arról szólt, ha nincs mese, nincs alvás. Úgyhogy most mindenki mehet aludni, csak várják meg a 22 órát. Köszönöm szépen. Következő előadónk, pont ennek a vályos úriembernek a tanítványa fog következni. Fogadják nagy szeretettel Mercikét, csak várjon egy picit, mert beolvassuk a kéréseit. Máté kéri Miskolcról Mercikét. Küldjük mindjárt. Már csak a dalt. Gábor a 12. kerületből és Szlovákiából Marek kéri Mercikét. Úristen, ennyi Mercikét. Fogadják nagy szeretettel a színpadon Mercikét! Minden véget ér annyi év után, egyszer csak eljött az a furcsa most délután. Aztán hosszú éjszakán és fázós napon azt hittem én, mindent végleg feladok és csüttek nap. Nincs semmi vész, itt vagy és azt mondott, hogy félreért és volt az egész. Már úgy éreztem én, minden ösztönöm, de rájöttem, hogy nélkülem is forog még a föld. Ha egyszer azt mondtad, ennyi volt szíved, itt a vége.
Nagyon szépen köszönöm. Én fogok következni. Van Ákos nekem? Légy szíves, akkor gyere be. Kulcsárné Marika kér egy, azt írta, hogy Rómeótól kérnék egy szép dalt édesanyámnak, aki 91 éves, és barátnőjének Tóth Editkének és a lányának. Fogadják nagy szeretettel a következő dalamat. Még küldeném Kunazacsra Marikának, küldeném Kéki Zsuzsinak és anyukájának Szolnokra, Mériennek, Fehérvárra, és mindenki, aki szereti a dalt, még Szilvikének is küldeném Győrbe. Fogadják nagy szeretettel, hagyd a bánatot! Csak hozzád száll, süvíthet szél, tombolhat orkán, sok jó barát, jöjj el hozzám. Hagyd a bánatot most el, csak a szívedre figyelj, hallgass a szívem dallamát. Mulassunk most jó barát, táncoljon a sok leány, Rómeó most nekünk muzsikál. Süthet a nap, lehet hófúvás, az én szívem mégis csak hozzád száll. Süvíthet szél, tombolhat orkán, sok jó barát, jöjj el hozzám. Hagyd a bánatot most el, csak a szívedre figyelj, hallgass a szívem dallamát. Mulassunk most jó barát, szóljon a sok leány, Rómeó most nekünk muzsikál. Hagyd a bánatot most el, csak a szívedre figyelj, hallgass a szívem dallamát. Mulassunk most jó barát, táncoljon a sok leány, Rómeó most nekünk muzsikál, nekünk muzsikál. Nagyon szépen köszönöm. Ne felejtjék el a telefonszámunkat, 06 91 33 22 33-as telefonszámon lehet kérni kedvenceiket. Emel díjas a számunk, 160 forint bruttóba, de csak egyszer kell megcsörenteni, és utána visszajövő önöket eléke, tehát gyakorlatilag nem kerül többe. Biztatnám önöket, hogy kérjék kedvenceiket, mint például következik Melody Esti.
Nagyon szépen köszönöm, és a táncosunk is adódott. Következő dal Mezei Kittinek fog szólni. Kereki Szabolcsot fogadják nagy szeretettel! Nagyon szépen köszönöm, és mielőtt a következő előadónkat felkonferálnám, szeretném megkérni Ákost, hogy hozza be a papírokat. Violettát kéri Toni és Marika, nagyon sok szeretettel az aranyesőt kéri tőle. Lesz aranyeső, igen. Dugónak, a Kocsmárosnak, nemes módú, nemes nádudvarra, Violetta küldi, elnézést kérek. Semmi baj. Köszönjük szépen, és biztatják a kedves telefonálók az előadókat. Fogadják nagy szeretettel Violettát!
nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű hangulatot. Ne felejtjék el, kedves televíziónézők, hogy önök a Budapest Európa Televízió mulatos Roma Show élő kívánságműsorát látják, hallják Rómeóval! Köszönöm szépen! Örülök, ilyen nagy tapsot kaptam, mert most a K.O. Laci jön, és attól tényleg félek én is, úgyhogy fogadják nagy szeretettel K.O. Lacit! Szárnyal gyengült, fáradt már. Gyere vissza már, gyenge kis madár, gyógyíts meg a szívem, ami fáj. Jön a tavasz, készülődhetsz már, olyan távol nem jó, gyere már. Gyere vissza már, cínegel madár, szívem most és mindig vissza. Ha nem jössz vissza, boldogság az áron, nem lesz, aki téged visszavár. Ha visszajössz, úgy meleg szívvel várva, hát gyere vissza, picinke madár. Következő dal, Banók Lajos fog következni. Küldeni a dalt Mercikének. Fogadják nagy szeretettel Banók Lajos tanár urat! Kiből töltöm, amit megszeret. És
megvártam, még magadtól jössz lázba. Hisz ilyen a fal emlegetsz. A boldogságtól fordítani tudnék, ha tegnap még nem vártam volna meg. Végképp az enyém lettél, végképp a tied lettem, másként ez nem történhet el. Azt mondja egy igen régi nóta, hogy nincs a földön ölök szerelem. De annyi minden változott azóta, majd változtatunk erre is szívem. A boldogságtól fordítani tudnék, egy klasszikus győzelmi is nekem. Végképp az enyém lettél, végképp a tied lettem, másként ez most már nem lehet. Nagyon szépen köszönöm, ha nem, hát nem. Kérlek szépen, menj vissza a zongorához, az megy neked. Köszönöm szépen. A Mercike fog következni, mindannyiunk kedvence, és nagyon sokan kérték. Megkérném Ákost, hogy hozza be ezeket a kis tetliket, és figyelmet kérnék. Dalkoni Ola Marikának Mercike küldi, és Bella Afroditének küldi Mercike még sok szeretettel. Köszönjük szépen. És Mériennek sok szeretettel küldjük Székesfehérvárra, Rómeótól a kócos hajú lányt, a stáb. Köszönjük szépen. Hát ez a dalunk igazándiból nincsen meg, de lehet, hogy kivételt teszünk, és valahogy előadjuk ezt a dalt. Aztán Kovács Mária Rómeótól a kócos hajú lányt. Köszönjük szépen. Kékiné Edith Szolnokról, Rómeótól a kócos hajú lányt. Köszönöm szépen. És a változatosság kedvéért Kéki Zsuzsi küldi Mérien barátnőjének és édesanyjának Rómeótól a kócos hajú lányt. Köszönjük szépen! Munkácsi Jánosné Rómeótól Szolnokról a kócos hajú lányt kéri. Köszönöm szépen! Uha. És Horváth Attila kéri Kéki Zsuzsinak Rómeótól a kócos hajú lányt. Hát akkor először jön a sima hajú lány, Mercike, és utána fog következni a kócos hajú lány. Fogadják nagy szeretettel Mercikét! Felébredtem, te ott voltál mellettem.
kinek adnád a szívet. Lehet, hogy voltak olyan percek, mit visszahozni nem lehet. De ha el is hagynád, soha el nem Nagyon szépen köszönöm, és annyian kérték ezt a Kocsis hajú lányt, hogy nem tudtam ellenállni. Egy kis segítséget fogok majd kérni az asszisztensemtől. Mindenkinek küldeném nagy szeretettel, fogadják nagy szeretettel Grétit a színpadon. És következik a Kocsis hajú lány.
Nagyon szépen köszönjük, a következő előadónk Melódi Eszti, fogadják nagy szeretettel! Szépen köszönjük. Következő előadónk lesz Kereki Szabó, hogy fogadják nagy szeretettel. Sajú harfa, kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét oda rakja. Zöld erdőben a dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül vagyok árva. Hiszen zöld erdőben a dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül vagyok árva. Hiszen este szóltam valóra,
Este szoktam a lovamat pucolni. Reggelig tart sejhaj, reggelig tart a szerszámot rárakni. Csillog, ragyog a kis fejlovam fején, emek antán. Gyáva legény sejhaj, gyáva legény ki a lányokhoz nem jár. Csillog, ragyog a kis fejlovam fején, emek antán. Gyáva legény sejhaj, gyáva legény a kis lányokhoz nem jár. Százados úr sejhaj, százados úr felülött a lovára. Hátra nézett sejhaj, hátra nézett az erpára bakára. Ugye, fiúk szép ére, a katona ére. Csak az a baj sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a visel. Hiszen ugye, fiúk szép ére, a katona ére. Csak az a baj sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a visele. Nagyon szépen köszönjük. Violetta előtt szeretnénk beolvasni egy kérést. Vivien emlékére küldi az együttérző stáb Violettától az aranyesőt. Sok szeretettel. Fogadják nagy szeretettel. Violettát! Őszinte részt vettünk a családnak. Mindig csak rá gondolt, gyere, táncolj, cigánynál.
Köszönjük szépen, igaz, hogy nem lassú és érzelmes dal volt, de azt hiszem, hogy mindenki látta a szemén, hogy miről szólt a dal. Köszönjük szépen, következő előadónk K.O. Laci lesz. Fogadják nagy szeretettel K.O. Lacit! Köszönöm szépen, és mielőtt a Banók Lajos fognak következni, elmondanám önöknek, hogy a Budapest Európa Televízió mulatos, romassó, élő kívánság műsorát látják, hallják Rómeóval! Ezt a műsorunkat szombaton 22 órakor megismételjük, és ne feledkezzenek meg róla, hogy vasárnap 8 órától élőbe a Rómeó Cafét fogjuk innen közvetíteni. A Budapest Orci út 44-48/B-ből várnánk önöket ide közönségnek, illetve fellépőknek a 0670-659-7753-as telefonszámon. De addig is hívjanak bennünket a 0691-33-22-33-as emeldíjas számon, és kérjék kedvenceiket. Egyetlen egyszer kell megcsörönteni, 160 forintba kerül, és utána Ilike visszahívja önöket. Szeretnék egy kérést tolmácsolni, kérlek Ákos, gyere be. A kérés a következő. Lakatos Gabriellának Banók Lajos küldjük nagyon-nagyon sok szeretettel, a Vidám fiúk. Igen, és még Amerikában szeretném kérni Zukaticának ezt a gyönyörű dalt, mert ugyanis ő mindig néz bennünket, ha itthon van, akkor itt szokott ülni a közönségbe között, ha meg nem, akkor még Amerikában is néz bennünket. Úgyhogy kérnénk Zukaticának egy nagy tapsot! Köszönöm szépen! A színpadon Banók Lajos tanár úr! Cigállány, jósod meg, hogy mi vár rám a jövődbe. Ó, ja, ha, a jövődbe. Cigállány,
hiszem, nem lehet, hogy elhagy, itt úgy szerettem, cigállány, mondd meg hát, igaztál, mit jósoltál? Köszönöm szépen, az Ukaticának szólt, hát ő szőke cigánylány, de az olyan is van, ugye barát? Minden játszik. Ez a lényeg, hogy köszönjük szépen. A következő előadónk Mercike fog következni, de kérték, Ákosikám, gyere, légy szíves. Először is Mercikét Suki Roland kéri. Igen. Utána Gábor Budapestről a 12. kerületből kéri Mercikét. Majd ennek utána nézzünk, mert az mindig kér téged, ezt nem fogjuk ennyibe hagyni, ez nem így működik. És Debrecenből Tomi kéri Mercikét, nagyon-nagyon sok szeretettel. Na majd még az is. Na, köszönjük szépen, fogadják a színpadon Mercikét! Thank you.
és lománc, soha nem múlt el többé. Mi voltunk a szerelem mindörökké. Éveken át szól száz szerelem, és csak ének meg tovább egy életen át. Egyszer kicsordul majd a szívem, meglát, meglát, megtöltött szerelemmel. Ne játsz, ne játsz, küld nekem egy angyalt, hogy vigyázzon rám. Mert ha elmegyek, sűrsz majd, hogy senki se lát. Mert ha elmegyek, sűrsz majd, hogy senki se lát. Nagyon szépen köszönöm. A következő dal, ami Zukaticának fog szólni, az azon kívül szól Mezei Csillának és Csillusnak is a következő dalom, a Piroskának és Burtára is megy ez a dal. És még megkérném Ákost, hogy kova is? Elég sok helyre. Csonka Ibolya kéri Rómeót. Köszönjük szépen neki. És a Rómeót még küldi Margarita nagyon-nagyon sok szeretettel a Fogarasi úti szoláriumba. Induljak, vagy csak a dalt? A dalt Ancsának és Daninak küldi nagyon-nagyon sok szeretettel. Igen. Marian Székesfehérváról kér Rómeótól egy nagyon-nagyon szép dalt. Rábízza a választást. Ó, téged jó lesz, Marian? Szolnoki Zsuzsa barátnőjének és édesanyjának, és az ő édesanyjának, és Zsuzsónak kéri a számot. Ó, meg Zsuzsónak is. Köszönjük szépen! Mennyi a Zsuzsó lenne, attól függ a dalban. Fonikának Asztódra névnapjára küldi nagynénje, Euréka, azt hiszem, és Lala Rómeótól a boldog születésnapot kéri. Hát az most elmarad, de a téged lesz helyette, és legközelebb bepótolom. Kéki Zsuzsi Székesfehérváról Violettát és Rómeót kéri. Egyszerre? Na, abból nagy verekedés lesz megint. Köszönöm szépen. És Amerikába Beácskának küldi nagyon-nagyon sok szeretettel. Lajos bácsit és Ilike küldi. Jó, köszönjük szépen. Van még mindig? Van még. Úristen. Zunkaticának Amerikába Mercikét küldi a Vidám fiúk stábja. Indulhatsz is, Mercike, hogy odaérj időbe. Köszönjük szépen. És akkor fogadják szeretettel a Téged című dalomat. Már szeretlek én, nem kell más terényenyét.
éjjel, ha véget ér, ne búcsúzz, maradj enyém, itt vár a szerelem, örökre légy velem. Bánom is én, hogy mi lesz velem, ha babám engem szeret, kis virág, úgy féltek én. Bánom is én, hogy mi lesz velem, ha babám engem szeret, kis virág. Köszönjük szépen! Következő előadónk Melody Eszti lesz, de úgy látom, hogy érkezett hozzá, telefonálok. Kérem szépen Ákost. Bizony-bizony érkezett. Melody Esztert kéri Kis Bálint Szentgyörgyvölgyről, és Tüske Adriánnak küldi Rédicsre sok szeretettel. Köszönjük szépen! Csurgóról Csonka Ibolya Esztit kéri, az édesanyja üzeni, hogy nagyon-nagyon jó a műsor. Köszönjük szépen, igaza van neki, tényleg nagyon jó a műsor. Köszönjük szépen, hogy emeljük a szintet, fogadják szeretettel Melody Esztit! Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebb kincsem. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Mert a nézését, meg a a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Az én babám, falu legszebb lánya. Hogy ne volna, hisz én vagyok a párja, mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjét. Megkötöm szívemet gyönge violámhoz, lovamat eloldom, mikor a nap felkel, de tőled violám csak a halál old el. Lovamat eloldom, mikor a nap felkel, de tőled violám
csak a halál old el. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének hát, ha nem, hát nem. Következzék a Keréki Szabolcsot fogadják nagy szeretettel. Mikor megláttam és rájöttem, hogy nem kell senki más. Szívem megdobbant és eldöntöttem, nem várok tovább. Megkódítom azt a lány, ki a szívem nagyon fáj. Jött egy tánc, szó a gitár. Kétszeremre szív, most egymásra talál. Ez a dal most nektek szól, lassult át az éjszakát. Csókolja meg mindenki, mindenki a párját. És ők viszont elköszönnek, mert megy a vonatjuk nekik. A következő fellépőnk lesz K.O. Laci, fogadják nagy szeretettel, tisztelettel, K.O. Laci! Thank you.
Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a táncosoknak, és megkérdem a hölgyet, hogy maradjon itt, mert ő fog következni. Fogadják nagy tisztelettel, szeretettel Németh Annát. Köszönjük szépen! Következő előadónk Banok Lajos tanár úr lesz. Zsámó. Ahogy a két szemeddel nézel, érzem a szívem nagyon fáj. Ahogy a két szemeddel nézel, szelidelre áll, éle áll, amit érzek, ami éget. Nem lehet képzeled csupán, valami történt, nem is értem, hogy találtál. Miért mond én rám? Bármi, hisz annyi mindent el kell mondanom neked. Bármi, nem sürget az idő. Mert ismerem magam, téged példelek, ne hagyd, hogy elveszítselek, ahogy a két szemeddel néz.
szívem nagyon fáj. Hirtelen történt, nem is értem, hogy találtál rám, miért néztél rám, miért mondtél rám. Így a végéhez közeledve már elég lassan, Mercike fog most következni. Fogadják Mercikét nagyon-nagyon sok szeretettel! Hullnak a fa levelek, meg
Köszönöm szépen, elnézést, a mikrofon az nem megy. A következő fellépőnk Banók Lajos tanárról lesz. Fogadják szeretettel Banók Lajost! Köszönöm szépen! És akkor most búcsúzáskor egy Könycsepp című dalt fogok előadni. Fogadják nagy szeretettel, nem neked Lajos, de neked is. Sötétben ballagok,
Sajnos a műsoridőnk véget ér. Megkérném az előadókat és a közönséget, hogy álljanak fel. Szeretném elmondani, hogy ezt a műsorunkat szombaton 22 órakon megismételjük. Vasárnap meg a Romeo Caféval fogunk jelentkezni 8 órától. Köszönöm a Tibitonnak, köszönöm Ilikének, köszönöm szépen Bródi Péter úrnak, a zenekarnak, a fellépőknek és a kedves telefonálóknak, hogy velünk tartottak ma. Köszönjük szépen! Szép éjszakát kívánok! Amore mio, ne nézzél a szemembe, nincs egy árva fillér sem a zsebembe.